pályán vannak tisztító dugók, amik azt a célt szolgálják, hogy a pályán járatait ki lehessen tisztítani. Ez maximum egy óra hosszás munka. Ezt hogy csinálja a KH-s mester valami kefével, vagy specialiszer számban? Hát, mint a kéményseprőknek, amik van azzal a cucájuk, azzal kipucolja a járatokat. De hogyha ez el van hanyagolva, akkor ez lehet egy félnapos munka is. És milyen időközönként kell a KH-s? Hát én azt mondom, hogy 2 és 5 év. Attól függ, ki milyen jól ki milyen jól tüzel. Használja. Így van. Aki ismeri spécia tüzelésben, jó fája van, annak gondolom hosszabb. Annak hosszabb távon kell, így van. Értem. De érdemes mindig a KH-t felülvizsgáltatni olyannak, azzal, aki építette. Vagy egy hozzáértő szakemberrel. Igen. Egyébként, hogyha a legrosszabb esetben KH robbanás, akkor az egy nagyon drága dolog tud lenni. Egy ilyen KH-t újraépíteni, ez körülbelül mekkora tétel manapság? Hát, 6-7. Igen, hát jó kémény falára, ráragad a régi kémény.